Kérdést kíván feltenni a miniszterelnökséget vezető miniszternek. Részesültek-e a miniszterek jutalékban címmel? Önni a szó, tisztelt képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt miniszter úr! Az elmúlt hetekben minden idők legnagyobb hazai bank és broker botránya robbant ki, amelyben mintegy 100 000 betétes, magánszemély, civil szervezet, helyi önkormányzat, kisvállalkozás szenvedett több 100 milliárd forintos nagyságrendű veszteséget. A botrány a jelentős káron kívül még aláássa a pénzügyi szektor és az azt ellenőrző felügyelet, valamint a kormányzat működésével kapcsolatos közbizalmat is. Ugyanis ma már nem csupán sajtóértesülések, de miniszteri, államtitkári nyilatkozatok is nyilvánvalóvá teszik, hogy egyes minisztériumok, illetve háttércégeik jelentős mennyiségű készpénzt és értékpapírt tartottak a magyar államkincstár helyett a Questoy csoportnál. Nem csak egy-egy ügyletről beszélünk, hanem szinte már kormányzati szintű stratégia kezd kirajzolódni. A miniszterelnök úr maga sem tudta egy hete megmondani, hogy pontosan mekkora közvagyon kezelhetett Tarsoly Csaba cégcsoportja. Ez nem éppen a felelős gazdálkodást, a szakmailag megalapozott döntéseket tükrözi. Tisztelt miniszter úr! Ebben az esetben bizony joggal merül fel a kérdés az emberekben, hogy milyen megfontolásból bízták a közpénzt a Questoy csoportra. Kinek milyen előnye származott a rendszeres üzletkötésekből? Ki kapott üzletkötői jutalékot a közpénz eltőzsdézéséért? Hogyan bízhatott a kormány újabb és újabb milliárdokat Tarsoly Csaba cégcsoportjára, ami végül csak a külgazdasági és külügyminisztérium esetében több mint 300 millió forintos kárt eredményezett a hírek szerint? Az, hogy döntéseikkel pontosan mennyi pénzzel károsították meg a magyar államot, még nem tudni, mert egy hónap után sem tudtak az érintett vagyonról beszámolni. Miniszter úr, ki a felelős ezért? Kinek származott haszna ebből? Ezekre a kérdésekre várom válaszát, és nem az ETO-val kapcsolatos mellébeszélésre. Köszönöm szépen! Megadom a szót Lázár János miniszter úrnak. Köszönöm szépen! És azt az instrukciót is, hogy miről beszélhetek és miről nem. Ez sokat elárul a szocialisták demokrácia felfogásáról. Szerettem volna, elnök úr, ha megengedi, akkor megpróbálok válaszolni, hogyha ennek segít megteremteni a lehetőséget. Tisztelt képviselőtársaim, szeretném figyelmükbe ajánlani, hogy 300 milliárd forint közpénz bízatott brókercégekre pénzügyi műveletek lebonyolítása céljából, amelyben 4,8 milliárd forint jutott a Questorhoz 2002 és 2010 között. Képviselő úr, legyen szíves, kérdezze meg azokat a minisztereket, akik ezeket a döntéseket meghozták, hogy vajon miért kellett 300 milliárdnyi közpénzt brókerekre bízni 2002 és 2010 között állami pénzügyi műveletek lebonyolítására, és miért kellett a Questornak 2002 és 2010 között állami pénzt adni, állami pénzügyi eszközt rábízni. Ezt az állami dokumentumok feketén-fehéren bizonyítják, mint ahogy azt a kockázatvállalást is, amikor önök brókerekre bízták a pénzt. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy a 17 milliárd forintot ki és milyen körülmények között adta oda a Questornak. Szeretném jelezni önöknek, hogy önök kockáztattak, önökkel ellentétben azonban a külgazdasági minisztérium a Questornál letétbe helyezett állampapírokat, a készpénz és az állampapír között van egy kis különbség, a letétbe helyezett állampapírokat maradéktalanul visszakapta. Kamatot azért nem fog kapni, mert ő mondta föl egyoldalúan ezt a szerződést, tehát kamatra a mi véleményünk szerint nem tarthat jogot. Tehát államot kár nem érte, kivéve azt a 17 milliárd forintot, amit önök adtak kölcsön. Az ügyfelek tekintetében pedig azt mondhatjuk, hogy a kormány jogi álláspontja az, hogy a bevának kártalanítania kell minden ügyfelet, és ezért a 6 millió forintig kárt szenvedettek, 22 ezer főről beszélünk, a kisbefektetők megkaphatják a pénzüket. A nagybefektetők sorsáról pedig a kárvallottaknak, a kormányzatnak, a Nemzeti Banknak, mint felügyeletnek, és minden érintettnek, így természetesen a Questornak is közösen kell döntenie és a felelősséget viselnie. Erős Jánoshoz forduljon bizalommal, talán találkozott már vele. Szávai István, kérem képviselőtársam.